A Kamara Virtuózok döntőjének színpadán Sárközi Lajos és zenekara. Thank you.
Teljesen jogos a taps. Fantasztikus, csodálatos és utánozhatatlan. Biztos a zsűri is elmondja majd ezeket. De kérlek, most arra válaszolj, miért éppen ezt a darabot hoztátok? Az emberekben mindig az van, hogy a télből szeretnének nyarat varázsolni. Mi most megpróbáltunk a nyárból egy kis telepet. Jól esett nagyon a lelkünknek, köszönjük szépen. Gergő. Szinte túl tökéletesek voltatok az egész verseny folyamán, és azon gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt fölülmúlni majd a döntőben. És amikor egy ennyire közismert dallamot hoztok, akkor én megpróbáltam persze önkéntelenül elképzelni, hogy így vagy úgy fogjátok játszani. Nem úgy játszottátok. El se tudtam képzelni, hogy hogy játszottál, hogy fogjátok játszani. Minden pillanatban okoztatok valami nagyon jó leső meglepetést. Egészen unikális a ti művészetetek. Erről van szó. Köszönjük szépen, András! Szóval szinte könnyek között. Egyszerűen ez egy költészet, amit ti csináltok. Ez a klasszikus zenének és egyáltalán a zenének költői módon való közvetítése. Olyan atmoszférát teremtetek, ez a hang, ez a finomság, ez az egymásra hangolódás, ez döbbenetes. Én nem tudom, hogy ezt a darabot valaha is ilyen színvonalon hallottam el. Mindenesetre most annyira megérintett, hogy nem is tudok szavakat találni. Nagyon jól esik. Köszönöm. Hát kedves nézőink, a zsűri elmondta véleményét, de tudják, ők ma este itt már nem tehetnek mást, mint hogy elmondják, mennyire tetszettek az egyes produkciók. Az önök kezében van valamennyi döntősünk sorsa. Tegyenek róla, hogyha Sárközi Lajos és zenekara a kedvencük, akkor szavazzanak ezt SMS-ben, vagy a MediaClick Plus applikáción keresztül is megtehetik. Kérlek titeket, fáradjatok hátra Ádámhoz. Köszönjük szépen.